Ebben a teremben komoly, a város egészét meghatározó döntések szoktak születni. A most gyerekzsivaj van, és legóvárak épülnek, vagy éppen papírdíszek készülnek. A polgármesteri hivatal az egyik helyszín, ahol a diákmunkára jelentkezett fiatalok dolgozhatnak. Zeyer Lila nem először vesz részt a programban. A gyerekekkel lehetek, kézműveskedhetünk, játszhatunk, közel áll hozzám, mert lehet későbbiekben erre a pályára lépek, és szeretem a gyerekeket. A hivatal mellett több városi intézmény, a könyvtár, a Bátkom és az óvoda is a foglalkoztatók között van. Simon Csabáné, az óvoda igazgatója örömmel fogadta a lehetőséget, hogy a fiataloknak munkát adhasson. Az elmúlt évben nem dolgozott nálunk diák, így alakult, idén viszont adódott rá lehetőségünk, nagyon örültünk neki. Rengeteg munka van itt az épületben, sok dologban tudnának majd ők segíteni. Többek között, hogyha fiatal embereket sikerül majd ide szervezni, akkor a homok behordásában tudnak ők segíteni, különböző kis apróbb kertészeti munkák elvégzésében, takarításban, tehát minden, ami így a épület, illetve a gyerekek környezetének a rendben tartásához szükséges. A Bátaszéki önkormányzat évek óta nyújt lehetőséget arra, hogy a nyár ne csak a pihenésről, hanem némi pénzkeresetről is szóljon annak, aki úgy érzi, ki akarja használni ezt a lehetőséget. A gyerekek már néhány hónappal ezelőtt érdeklődtek, hogy idén is várható a diákmunka. Ugye a rendkívüli veszélyhelyzet azért elgondolkodtatásra adott okot, ezért sokáig úgy is tűnt, hogy nem indul ebben az esztendőben, de hála jó Istennek úgy alakult a helyzet, hogy július 1-től meg tudtuk indítani Bátaszéken is a diákmunkát. A kormányhivatalon keresztül kapunk hozzá állami támogatást. 18 fiatal jelentkezett július hónapra, akik a diákmunka keretében a városunk életének több területén fognak dolgozni. Itt a városházán, gondozási központban, óvodában, illetve városüzemeltetési feladatokat fognak ellátni. Az ő segítségükkel meg tudtuk például azt is oldani, hogy itt a városházán gyermekfelügyeletet állítottunk föl. Ezzel is próbálunk egyrészt a diákoknak munkalehetőséget adni, másrészt a kollégáinknak segítséget, hogy a gyermekük felügyelete biztosítva legyen. Számunkra is jó, hiszen így őket teljes időben tudjuk, mint dolgozókat magunk között tudni, és a munkájukat el tudják látni. Augusztus hónapban is folytatódik, ott jelen pillanatban 15 diák jelezte, hogy szeretne jönni. Az erre vonatkozó támogatási szerzések aláírásra kerültek, hát ezzel is próbáljuk a diákokat is segíteni egy kis zseppénzhez. Több olyan diák van, aki már évek óta jön is részese ennek a programnak. Azt gondolom, hogy egyfajta szemléletformáló szerepe is van ennek a dolognak, hiszen a gyerekek látják, hogy mennyit kell adott esetben dolgozni egy, hát nem túl magas, de a diákok számára mindenképpen kedvező jövedelemért. Bár ez a feladatellátás nem lehet része a kötelező középiskolai önkéntes munkaprogramnak, a megszerzett jövedelem biztosan jól jön az iskolakezdéshez vagy a nyaraláshoz.